Tisztelettel köszöntök minden résztvevőt és érdeklődőt a Neveléstudományi Intézet andragógiai és közművelődési tanszéke által megrendezett települési értékfeltáró projekt online szakmai rendezvényén. Külön köszöntöm dr. Kelemen Évát, a Nemzeti Művelődési Intézet munkatársát, Böjt László polgármester urat, Ostoros község polgármesterét, Suba Hajnal könyvtáros művelődés szervezőt, a Rédei Miklós közösségi szintér munkatársát, Herman István elnök urat, a Heves megyei értéktár elnökét, valamint a projektben résztvevő közösségszervezés alapszakos harmadéves hallgatóinkat Rakusz Márta tanárnő vezetésével. Az egyetemünk környezetében lévő kis települések értékeinek a hallgatóinkkal való megismertetése önmagában is kiemelt célja a képzésünknek. A közművelődési szakemberek utánpótlásának során fontosnak tartjuk továbbá azt is, hogy a terület gyakorlati oldalát már jól ismerő fiatalok kerüljenek ki az egyetemből a munkavilágába. Ennek a két célnak az összekapcsolódásából született a települési értékfeltáró projektünk, ahol a közösségszervezés alapszakos hallgatóink egyetemi kurzusok keretében szakemberek bevonásával vesznek részt a közösségi folyamatban. A korábbi években hallgatóink munkája eredményeként sikerült felkutatni, rendszerezni, majd ezt követően az Értéktárbizottság elé terjeszteni Bélapátfalva és Verpelit helyi értékeit. A mai szakmai rendezvényünket azt hívta életre, hogy a hallgatóink tevékenysége nyomán egy újabb Eger környéki település Ostoros vonatkozásában is elkészült az értékfeltáró munka. A község lakossága az utóbbi időben egyre gyarapszik. Magam is a településre költözőként fontosnak tartom, hogy mind a régi, mind az új lakosok megismerjék a település értékeit, melyhez a projekt nagyban hozzájárulhat. A mai rendezvényünk vonatkozásában szeretném kiemelni, hogy a munka eredménye újabb bizonyítéka az Eszterházy Károly Egyetem és a Nemzeti Művelődési Intézet között immár 4 éve fennálló kiváló szakmai együttműködésnek. Valamennyi résztvevőnek és érdeklődőnek tartalmas délelőttöt kívánok! Szeretettel köszöntök én is mindenkit, és szeretném átadni a szót dr. Kelemen Évának, az NMI EGRI irodájának a igazgatójának, és megkérem, hogy egy kicsit mutassa be ezt a közös projektet. Sok szeretettel köszöntök én is mindenkit. A technika minket is megtréfált, mert se neten, meg se hálózatunk nem volt az NMI irodában, úgyhogy milyen jó, hogy az együttműködések nem csak egy projekten keretein belül működnek, hanem 5 perc alatt lerohantam ide a tanszékre, és legalább így személyesen is tudok találkozni a szervezőkkel. Tehát tisztelettel köszöntök én is mindenkit. Nemzeti Művelődési Intézet Heves megyei igazgatósága nevében, és őszintén örülök, hogy ismét egy közösen lebonyolított és egy sikeres projektzárót köszönhetek, hiszen a közművelődési mentorok egyet szintén én moderáltam félig, illetve én zártam be, ami még nagy szerencsénkre az egyetemnek a egyik termében zajlott le. Ez a projekt a Nemzeti Művelődési Intézet Művelődő Közösségek Észak-Magyarországon EFOP projektnek az A15-ös számú közművelődési mentorok 2 tanfolyama volt. A teljes projektidőtartama az 3 év. A szerződött támogatás összege közel 135 millió forint volt. A Nemzeti Művelődési Intézet országos művelődési módszertani feladatellátó szervezet, küldetése a közösségi művelődés megerősítése, a területen dolgozó szakemberek hálózatosodásának elősegítése,
A közösségi művelődés területén létrejött jó gyakorlatok, kezdeményezések felkarolása és terjesztése. Ez az EFO projekt 2018. január 1-én indult, és hát tervezetten 2020. december 31 között 3 év alatt 5 megye bevonásával Észak-Magyarország fejlesztését célozta meg. A projekt keretén belül 16 témakörben havi szakkörök, műhelyfoglalkozások, tanfolyamok és szabad egyetemek valósultak meg, és még valósulnak meg, amelyekbe a projekt időszaka alatt közel 500 fő kapcsolódott be. Heves megyében például mozgófilmklub, népfőiskolai és hungarikum műhely foglalkozássorozatokra, valamint a közművelődési szakemberek találkozására és intézménylátogatására a lehetőséget adó meccéspont műhely foglalkozásra került sor a közművelődési mentorok tanfolyamon túl. A kiváló és szoros együttműködés kapcsán akár mintaprojektként is értékelhető ez a közművelődési mentorok elnevezésű tanfolyam, mondjuk az Eszterházy Károly Egyetem közösségszervezés BA szakos hallgatók bevonásával történik. Ennek a projektnek az előzménye az a megállapodás, amelyet 2018. március 27-én a II. Eger Közösség Együttműködés című közösségszervezés és a közösségi művelődés szakmai nap keretében kötött egymással az Eszterházy Károly Egyetem és a Nemzeti Művelődési Intézet. A leendő partnerség pillérei között van a szakember utánpótlás biztosítása jegyében a közösségművelődés tanári szak és a közösségszervezés alapszak továbbfejlesztése, a szakmai gyakorlóhelyek biztosítása, valamint a kultúrakutatásban való szerepvállalás is. A közművelődési mentorok tanfolyam ennek az együttműködésnek a gyakorlati megvalósulását szorgalmazza, hiszen a fő témaköre egyrészt a felsőoktatási közösségszervezés szakon hallgatók gyakorlati ismereteinek bővítése, másrészt a közösségi művelődés intézményeiben folyó felsőoktatási szakmai gyakorlat vezetésének elősegítése. Ehhez elengedhetetlen a közművelődési intézmények, közösségi szinterek és a felsőoktatási intézmények közötti kapcsolat, illetve az együttműködése kialakítása, erősegítése, amelynek érdekében a tanfolyam során intézménylátogatások is megvalósultak, illetve megvalósulhatnak. Kiemelt feladat a hallgatók szakmai iránti elköteleződésének erősítése, mivel a felmérések alapján a közösségszervezés szakos hallgatóknak mintegy 80%-a helyezkedik el a szakmában a végzést követően. A tanfolyam lebonyolításában közreműködő közművelődési szakemberek szerepe kiemelkedő ezeknek a fiatal felnőttek gyakorlati tapasztalatainak megszerzésében, amelyeket a későbbiek során a munkaerőpiacon is hasznosítani tudnak, valamint hatást gyakorolhat az egész életen át tartó tanulásba való bekapcsolódásra. Míg a közművelődési mentorok egy tanfolyamba 2018-19-ben bekapcsolódott hallgatók, mint korábban intézményvezető asszony említette, Verpeléten és Pélapátfalván valósítottak meg települési értékfeltárást, a közművelődési mentorok 2-12 alkalmas tanfolyam egy közeli kis településen Ostoroson zajlott le. A projekt első részében, hasonlóan az egyeshez, a Heves megyében kiemelkedő közösségi munkát végző közművelődési szakemberekkel és szervezeteikkel Eger, Noszvaj, Bélapátfalva, Egerszalók, Felsőtárkány települések, valamint a Nemzeti Művelődési Intézet, mint országos közművelődési feladatokat ellátó szervezet tevékenységével, szakmai koncepciójával ismerkedhettek meg a résztvevő hallgatók. Sajnos a pandémiás helyzet miatt a 8.-10. alkalom online, de a 11.-12. már Ostoroson valósult meg. A gyakorlati települési értékfeltárás megalapozásaként a résztvevők szakmai előadásokat hallhattak az értékfeltárás törvényi szabályozásáról, módszertanáról. A tanfolyamon résztvevő 10 hallgató, tehát egy közeli kis településen valósította meg akkor a második fél évben ezt a gyakorlati értékfeltárást, ahol a Rédei Miklós közösségi ház vezetője és munkatársai segítette a terepmunkát. A település kiválasztásában meghatározó szempont volt a jó partneri és szakmai együttműködés, valamint az értékfeltáró munka intenzitásának az elősegítése. A projekt megvalósulásában nagyon fontos volt
a hallgatók elköteleződésének kialakítása a helyi értékek iránt, továbbá a közösségi értékfeltáró munka módszertanának és szépségének a megismertetése. A települési együttműködések, itt gondolok Eger, Ostoros, közeli Novaj települések kialakítására és az együttműködéseknek az elősegítésére, és az értéktári hálózatnak a erősítésére. Nagyon szépen köszönöm, és remélem, hogy a jelenleg folyó közművelődési mentorok 3 tanfolyamot majd ugyanúgy én zárhatom, illetve én köszönhetem akkor is a hallgatókat és a résztvevőket. Köszönjük szépen, hogy egy kicsit már így az elején megismerhettük, hogy hogyan is épült fel ez a folyamat. Most átadnám a szót Böjt László polgármester úrnak. Hát nagy tisztelettel köszöntöm a fórum részvevőit. Ha egy szóval kellene kifejeznem, hogy mit jelentett számunkra ez a megkeresés, természetesen azt tudnám mondani, hogy nagy-nagy örömöt jelentett. Örömöt, mert megtisztelő, hogy a Nemzeti Művelődés Intézet a mi településünket választotta, és örömöt, mert az Eszterházy Egyetemet egyetem nem esett egyáltalán nehezünkre ezt a kis lelkes kis közösséget a gyakorlati teremben biztosítani számunkra. Örömöt jelentett, mert ez a 3-as projekt szól, múltbeli és jelenlegi értékeinkről szól, melyre nagyon büszkék vagyunk. Úgy gondolom, hogy értékeink folyamatos gyűjtése, rendszerezése, megőrzése és a lakosságnak való megmutatása hozzájárul a helyi identitás megerősítéséhez. Közösséget tart meg, és közösséget formál. Sőt, hatással van, és hatással lehet a település egész gazdaságának társadalmi fejlődésére. Külön öröm számomra a bevont és megszólított ostorosi lakosok is nagyon segítők voltak, amit még egyszer nagyon-nagyon szépen köszönök nekik. Bízom benne, hogy az egyetem mesteroktatója, a Nemzeti Művelődési Intézet szakemberei és a hallgatók, akik közelmúltban településünkön jártak, jó tapasztalatokat szereztek nálunk, és jövőben elviszik ostoros jó hírét, mindamerre, merre járnak. És szeretettel visszavágyunk. És természetesen nagyon kíváncsi vagyok, és örömmel válom a hallgatók beszámoló értékeinkről, melyek meg fogják alapozni az ostorosi értéktár gyűjtett dokumentációs anyagát. Még egyszer nagyon szépen köszönöm mindenkinek. Köszönjük szépen polgármester úrnak, és a türelmet is mindenkinek, hogy így a technikai nehézségek ellenére figyelemmel kíséri a beszámolónkat. Most pedig átadnám a szót Suba Hajnalnak, a Rédei Miklós Közösségi Szintér könyvtáros művelődés szervezőnek, aki nagyon, nagyon nagy segítségünkre volt szintén polgármester támogatása és együttműködés mellett. Ő volt az, aki praktikusan is nagyon sokat tudott segíteni a munkában és a folyamatban, hogy jól haladjunk, és egy pillanat átítom a képernyőt is. És akkor azt szeretném kérni, hogy kamera, mikrofon kapcsolása mellett, akkor... Be van kapcsolva. Jó, rendben, köszönöm. Köszönöm. Szeretettel üdvözlöm. Működik? Nem hallom. A hangot halljuk. Képernyőn is... Megvan, hogy mehet. Igen, köszönöm mehet. Szépen. Jó, köszönöm még egyszer. Akkor szeretettel üdvözlök én is minden kedves résztvevőt.
Polgármester úr gondolatait azzal egészítem ki, hogy ez a közös projekt nagymértékben hozzásegített minket ahhoz, hogy biztosítsuk egyik közművelődési alapszolgáltatásunkat. Ostorosan a jogszabályokban meghatározott alapszolgáltatásokból 4-et kínálunk az itt lakóknak, melyekből a 4. a közösségi kulturális értékek átörökítésére vonatkozik. Ennek keretében hoznak létre többek között a települések értéktárakat. Ostoroson is régóta cél egy értéktár megvalósítása. Az együttműködésnek köszönhetően most ez megtörténik, megalakul az ostorosi értéktár. Az értékgyűjtés, értékfeltárás, mint ahogy ez már itt a mai napon elhangzott, igazán nagyon sokrétű és nagyon-nagyon szép feladat. Olyan kincsek bukkannak fel ilyenkor, amelyeket nem biztos, hogy ismer az egész közösség. Különösen így van ez a mi településünkön, ahová a törzsgyökeres régi családok mellé sok fiatal pár, kisgyermekes család költözik, és választja otthonának ostoros. Nagyszerűsége abban is tetten érhető, hogy soha le nem záruló folyamatról van szó, hiszen nem csak a régi idők, hanem a jelen értékeit is rendszeresen gyűjtjük. A hallgatók az elkövetkezőkben 10 értéket fognak bemutatni, de ennél sokkal többet, közel 41 gyűjtöttünk össze közösen, és ez a szám csak folyamatosan növekedni fog az évek során. Elképzeléseink szerint az értéktár létrehozásával és értékeink folyamatos feltárásával új lehetőséget tudunk majd biztosítani a településnek, közösségeinknek, az itt élőknek. Ez olyan tevékenység, amelyben mindenki megtalálhatja saját örömét. Idős, fiatal, gyermek, aktív dolgozó, mindenki. Például értékőrmozgalmakat lehet majd indítani, és tervezzük a későbbiekben az ostorosi értékek napjának a megszervezését is. A Nemzeti Művelődési Intézettel és az Eszterházy Károly Egyetemmel való együttműködés ezeket az új lehetőségeket tárta fel községünkben. Elindított egy folyamatot, és most már csak rajtunk múlik, hogy jó gazdái legyünk ennek a folyamatnak, a folytatásnak. Köszönjük a közös falusétát, a közösségi beszélgetést, a személyes interjúkat, az online kérdőívezést, az értékek javaslattételi anyagainak elkészítését, a tartalmas együttléteket. Minden perce érdekes, izgalmas és értékes volt. Köszönöm a figyelmüket. Nagyon szépen köszönjük, és a sok segítséget, amit kaptunk a ott létünk során, illetve az egész folyamatban. Most pedig szeretném átadni a szót a programunk főszereplőinek, a immár harmadéves közösségszervezés lakos hallgatóknak, akik még másodévesek voltak, akik belekezdtek a folyamatba, de aztán a mindenki által tudott helyzetnek köszönhetően kicsit másképp alakultak a dolgok, áthúzódott a folyamat erre a fél évre is, illetve a múlt fél évre is, de nem szegte kedvünket, folytattuk a munkát, és hál' Istennek volt alkalmunk a személyes találkozásokra még amikor lehetett, és ennek eredményeképpen megszülettek az értékeknek a kidolgozásai, létrejöttek az interjúk, és ennek nagyon örülök, hogy ezek a dolgok személyesen lezajlottak, és a hallgatókat jó volt látni, és büszke voltam nagyon rájuk, hogy mennyire látszott ez, amit Éva is említett, ez a fajta elköteleződés az ügy mellett. Én úgy gondolom, hogy sikerült az ízét megéreztetni velük, hogy mit is jelent egy helyi érték, és milyen potenciálok rejlenek abban, hogyha ezeket feltárjuk és használjuk közösségszervezőként is munkánkban a helyi közösség javára. Úgyhogy én át is adnám elsőként a szót Boros Zsóf, illetve bocsánat, szeretném őket név szerint így bemutatni, akik végezték ezt a folyamatot, Boros Zsófia, Acsán Rita, Erdész Luca, Gódor Anna, Hegedűs Flóra, Mihis Dóra, Sisák Patricia, Szűcs Nóra, Tóth Fanni és Vizsony Nimród. Köszönöm a munkájukat, és szeretettel átadom a szót, és kíváncsian hallgatjuk a beszámolójukat.
Akkor szép napot kívánok mindenkinek, én Boros Zsófia vagyok, és szeretném mind a szaktársaim, mind jó magam nevében mindenkit köszönteni. Nagy örömmel tölt el, hogy bár a kialakult helyzet miatt, bár nem személyesen, de a technika segítségével meg tudtuk oldani, hogy az előadásunkat, bemutatónkat megtartsuk, és hogy miért is vagyunk itt tulajdonképpen, az elkövetkezendő percekben, órában az Ostorosi Értékfeltáró projekt szakmai bemutatóját láthatják és hallhatjuk, amelyben a Nemzeti Művelődési Intézet nagy segítséggel volt. Ugye nélkülük ez nem jöhetett volna létre. A projekt során, ugye mint tanárnő is említette, mi már most harmadéves végzős hallgatók, Ostoros települési értéktárába való felterjesztésében vehettünk részt. Az általunk kiválasztott és felterjesztésre benyújtott értékeket a bemutató során egyesével is be fogjuk mutatni. És most szeretném átadni a szót Dórának, aki a projektet mutatja be részletesen. Köszönöm szépen, én is üdvözlök mindenkit, én Mihis Dóra vagyok, és a következőkben pedig szeretném bemutatni, hogy hogyan jutottunk el az értékek sikeres felterjesztéséhez. Elsősorban felkészítő órák vették kezdetét, legfőképpen Rakusz Márta tanárnővel hajtottunk végre felkészítő tevékenységeket, majd Mári Renáta végzett hallgató osztotta meg velünk előzetes tapasztalatait. A zenemitől Csatóni Sebők Erika, majd Hacsovec Éva tartott nekünk előadást. Csatóni Sebők Erika ismertette a szakterületi kategóriákat, a hungarikumokat, majd gyakorló feladatokat végeztünk el. Hacsovec Éva által pedig áttekintettük a fényképezés technikáját, fogalmainak megismerését, majd szintén gyakorlati feladatban vettünk részt. A felkészülésünket nyáron is folytattuk, fejezetekre osztva tanulmányoztuk az anyagokat, ami az értékfeltárás környezete, folyamata és módszertanával kezdődött, majd ezt követte a közösségi kommunikáció módszertana, végül pedig a kérdőívek készítésének folyamatával és lebonyolításával zártuk. A települési értékek felderítésére pedig kérdőívet készítettünk a lakosok számára. A településre való ellátogatást megelőzte egy településről szóló könyv tanulmányozása, majd ezt követően indultunk el a gyakorlati helyszínünkre. Első megállunk a Rédei Miklós közösségi ház volt, ahol Suba Hajnal könyvtáros és művelődés szervező rövid ismertetőt tartott Ostoros történetéről, majd települési séta keretén belül megismertük Ostoros egyes nevezetességeit. A következőkben pedig szeretném átadni a szót Erdész Lucának. Köszönöm, Erdész Luca vagyok. Szeretném bemutatni a közösségi beszélgetés, az interjú és az utómunkálatoknak a folyamatát. A közösségi beszélgetésünk a Rédei Miklós Művelődési Házban zajlott, és a COVID-helyzetre való tekintettel pár meghívottunkkal gyűltünk össze. A velük való beszélgetés során összegyűjtöttük Ostoros helyi értékeit. A mit tartanak értéknek a településen kérdésre rengeteg választ kaptunk, csodálatos értékeket gyűjtöttek össze a helyiek. Ezután a beszélgetés után pedig mindannyiunk, minden hallgató kiválasztott egy-egy értéket. Az volt a célunk, hogy 10 értéket kidolgozzunk. A beszélgetés után pedig az elkészült kérdőíveket átadtuk, és kitöltésre kerültek papír, illetve online módon. Ezután következett az interjú a helyi lakosokkal. Ez általában egy hétköznap délután alkalmat vett igénybe, és Suba Hajnal segítségével felkerestük az illetékes embereket, fölvettük velük a kapcsolatot, időpontot egyeztettünk, így végül minden hallgató egy személlyel, a témában leginkább jártas személlyel beszélgetett. Az interjú során, hogy a további munkánkat megkönnyítsük, hangfelvételt és kiegészítő jegyzetet készítettünk. Az utómunkálatok során az interjúkat és a kérdőíveket kielemeztük és felhasználtuk. Fotókat készítettünk, illetve elkezdtük a felterjesztő dokumentumokat elkészíteni, és a felterjesztés folyamatát elindítottuk. Ezután elkezdtünk készülődni az előadásunkra,
összeraktuk a PPT-nket és kidolgoztuk az előadásunkat. Szeretném átadni a szót Gódor Annának. Köszöntök én is mindenkit, én Gódor Anna vagyok, és ostoros bemutatásával szeretném folytatni. Ostoros Heves megye Egri járásában található, és amiről sokak számára ismert a település, az az itt található szőlő és bor kultúra. Ezen kívül számos rendezvény várja az itt élőket és az ide látogatókat is egyaránt, továbbá rengeteg helyi nevezetességgel és értékkel találkoztunk, és ezt fogjuk a szaktársaimmal a következőben bemutatni. Továbbá előtte szeretnék szólni még pár szót ostoros történelméről, a teljesség igénye nélkül. A település nevét az ostoros patak vizéről nyerte, amelyet Anonymus a Gesta Hungarorumában említett, ekkor még istoros név alakban. Az első konkrét említése a falunak az 1330-as évekre tehető, a pápai tized jegyzékben található ostoros völgy néven, ami fontos és kiemelendő a település történelméből, hogy 1446-ban telepítettek először szőlőt a falu határába. Ez a terület ekkor még az egri káptalan tulajdonában lévő terület volt, és a szőlő és a bortermelés onnantól kezdve meghatározója lett a falu gazdasági életének. Majd 100 évvel később, Eger 1552-es ostroma idején a vár elfoglalására igyekvő törökök véglegesen teljesen elpusztították Ostorost, és ezért a település a következő évszázadban néptelenül állt, így Ostoros végleges benépesülése az 1700-as évek végére tehető, amikor 648 lélek lakta a települést. Az 1800-as évek közepére a paraszti és a majorsági tulajdonban lévő szőlőterületek 754 kataszteri holdat tettek ki, és bővült a pincelakásokból álló pincesor is. Továbbá fontos kiemelni Gárdonyi Géza alakját, aki röviddel az egri letelepülése után telket vásárolt magának és fiainak is Ostoroson, hogy itt tudják tölteni a pihenő idejüket, és ezért nem véletlen az, hogy több Gárdonyi novellában is felfedezhetünk ostorosi alakokat. Továbbá fontos kiemelni, hogy 1925. január 31-én reggel 8 óra 5 perckor a Richter-skála szerinti 5-ös erősségű földrengés rázta meg Ostorost. A pincelakások, amelyet ilyenkor summás családok laktak, falai több helyen megrepettek, és nagyon sok lakhatatlanná vált. Továbbá az épített házaknak soknak ledőlt a tűzfala, és több helyen a kémények is leszakadtak, illetve a templom egyik mellékhajójának mennyezete is beszakadt, de szerencsére állami segítséggel ezt követően sok házat emeltek. A település 1950-ig Borsod megyéhez tartozott, akkor csatolták Heves megyéhez, és vissza is szeretném adni a szót Zsófinak. Köszönöm szépen, én akkor a közösségi beszélgetést szeretném egy kicsit bemutatni. Ugye a közösségi beszélgetésünk egy előzetesen egyeztetett időpont alapján jött létre, ahol Suba Hajnal, könyvtáros és művelődés szervező volt benne a legnagyobb segítségünk. A Rédei Miklós közösségi ház nagy termében gyűlt össze a falunak az apraja nagyja, ahol közel egy 2 órás beszélgetés kerekedett, és ahol arra a kérdésre kerestük a választ, hogy ki mit tart értéknek a településén. A 7 vendég szerencsére annyira aktív és segítőkész volt, hogy nagyjából egy 25 értéket sikerült összegyűjtenünk, amelyből mi egyet-egyet, tehát összesen 10-et választottunk ki, majd a Hungarikum törvény alapján ezeket kategóriákba soroltunk, mégpedig 5 kategóriába. Ugye az első ilyen kategória a Hungarikum törvény alapján az agrár és élelmiszergazdaság, itt legtöbben
szinte mindenkinél elhangzott a szőlészet és a borászat. Az épített környezethez már jóval több értéket tudtunk összegyűjteni. Itt a pincelakásoktól elkezdve a trianoni emlék, még a Csoba vezér utcáig nagyon sok érték összegyűlt. A harmadik ilyen nagyobb kategória, ahova több érték is összegyűlt, ez pedig a kulturális örökség kategória. Ide a legtöbben Gárdonyi és Ostoros kapcsolatát említették, valamint a ragadvány nevek is szóba jöttek, de egyébként említették a Babamama klubot is, mint értéket. A turizmus és vendéglátáshoz egyértelműen a Rozé Fesztivál jöhetett szóba, mindenki azt említette meg. Illetve az ötödik ilyen kategóriánk ugye természeti értékek voltak. Itt a békászósas, a Natura 2000-nek a környezete, a kaptárkövek, illetve az erdős pusztát említették meg, és akkor szeretném átadni a szót majd Nórának és Fanninak. Illetve ezeket az értékeket választottuk mi ki. Én is szeretettel köszöntök mindenkit, én Tóth Fanni vagyok, és a továbbiakban szeretném a kérdőívekkel folytatni, hogy miért is készítettünk kérdőíveket. Szerettük volna, hogyha az interjú alanyainkon és a közösségi beszélgetésen résztvevőinken kívül még több ostorosi lakost meg tudunk szólítani, és szerettük volna, hogy a tudatunkra adják, hogy mit gondolnak a településükről, illetve hogy ők mit tartanak értéknek Ostoros településén. Legelsőként általános dolgokra, pontosabban az első két kérdésünk általános dolgokra irányult. A legelső kérdésünk az, hogy melyik évben született a kitöltő. Ugye a legtöbben 1971 és 1980 között születtek. Ezek között pedig a legidősebb kitöltő 74 éves, 1946-ban született, a legfiatalabb kitöltünk pedig a 20. életévét töltötte, de minden korosztály nagyon nagy segítségünkre volt, és nagyon segítették a munkánk sikerességét. A következő kérdés, hogy mióta él a településen? Látszik az adatokból is, nagyon jól kivehető, hogy már jó pár éve itt laknak azok, akik, tehát 1 és 30 év között laknak itt. Ők leginkább vagy ide költöztek, vagy ugye ide költöztek a településre, illetve volt sok olyanunk, akik Ostorosra születtek, illetve volt egyetlen egy kitöltünk, aki nem helyi lakos, csak ostorosan dolgozik. A következő kérdésünk, hogy szeret-e itt élni a településen, ha igen, miért, ha nem, akkor miért nem. Összesen 32 ember töltötte ki ezt a kérdést. Egy fő volt, aki már elköltözött Ostorosról, de ettől függetlenül nagyon hiányzik neki a település. Egy ember nemmel válaszolt, és a boltokat, illetve a programokat hiányolta, de ezen kívül ugye az igen volt a fő, és említették, hogy nagyon élhető, nagyon szép településen, nyugodt és csendes környezetben élnek, viszont tehát nincs is távol tőlük semmi, Eger közel van, illetve ugye a táj, a tiszta levegő, illetve a természet közelsége, és nem utolsó sorban pedig, hogy egy nagyon jó közösségben élnek, és ugyanúgy egyaránt jelen vannak a múlt értékei, hagyományai és a modernkor lehetőségei is. Mit mutatna meg elsőként a településre érkezőknek, mi lenne érdekes egy turista számára? Ugye a legeslegtöbben a csúnya munkát említették, meg a tavat, illetve fontos szerepet kapott még a pince, a templom, a parkok, a faluközpont, illetve a kilátás a dombtetőről. Ön szerint miről lehet ismert mások számára Ostoros? Hát ugye nagyon kiemelkedően a szőlészet és a
borászat, amire mindenki voksolt. Emellett ugye a tó, a pincelakások, itt is megemlítésre került szintén a csúnya munka, a templom, illetve egy kitöltünk, a Rozé Fesztivált is megemlítette. Tud-e valamilyen helyi gasztronómiai specialitásról, étel-italról? Itt szintén legeslegnagyobb számban az ostorosi bor volt a mérvadó, ezen kívül a rétes, a kompéros és a muhikalács került szóba. És tud olyan épületről, műemlékről, ami a helyi történelem része? Legtöbben a csúnya munkát és a pincelakásokat említették, amelyek majd részletesen be lesznek mutatva, illetve szóba került még az első és második világháborús emlékművek, és szeretném átadni a szót Szűcs Nórának. Én is üdvözlök mindenkit, a kérdőív második felét én fogom bemutatni. A következő kérdésünk arra irányult, hogy a helyiek ismernek-e olyan híres embert, aki a településen él, vagy itt élt, és itt legtöbben Martis Demeter operaénekest említették, páran említették Hornó Józsefet, aki a költészetterén vált ismerté, és két fő említette Détár Enikőt, aki a gyerekkorát részben a településen tölte, és ugyanis a két ember említette Hasnyánszki Normertet, aki egy olimpikon vízilabdázó, és páran csak úgy írták, hogy vízilabdázó, és nem tudjuk, hogy itt rá gondoltak-e vagy másra, és összesen öt fő azt írta, hogy ők nem ismernek senkit se. Igen, a következő kérdésünk arra irányult, hogy ismernek-e valami helyi legendát az itt lakók. Sajnos ennél a kérdésnél sok mindent nem igazán tudtunk meg, hiszen a legendákat nem sikerült megismernünk, csak azzal, hogy mivel kapcsolatban ismerik ezeket a legendákat. Itt a csúnya munkával kapcsolatos legendákat említették, ami majd később ki lesz fejtve, hiszen az egyik szaktársam ezt választotta, ezt az értéket, és említettek még második világháborús történetet, a szovjet csapatokkal kapcsolatos történeteket, a 20 óra című film forgatásával és Gárdonyi Géza szőlőjével kapcsolatos legendákat is. A tizedik kérdésünk arra irányult, hogy milyen természeti értékeket ismernek a településen és a környezetben. Itt többen említették ugye a szőlőültetvényeket, persze a szőlő már nagyon sok kérdésnél felmerült ezelőtt is, páran említették a tavat és a termálvizet, de a termálvíznél megemlítették azt is, hogy ezeket a helyi lakosok nem igazán élvezhetik, hiszen ez a víz le van folytva. Ezen kívül említették még az erdőt, a víztározó környékét és a Natura 2000-es területet, de sokan itt is azt mondták, hogy ők nem ismernek ilyet. Ezután arra voltunk kíváncsiak, hogy ismernek-e olyan szemét, aki kézműves tevékenységekkel foglalkozik. Itt összesen négy főt említettek meg, ebből Pafné Gőz Anikó egy cukrász, egy tojáspatkolót, akit Szerencsi Árpádnak hívnak, Sütő Margit hímzőt és Géci Diánát, aki üvegfestéssel foglalkozik. 12. kérdésünk kapcsán arra voltunk kíváncsiak, hogy milyen helyi hagyományokat ismernek. Itt is látszik, hogy a szüreti felvonulást említették meg a legtöbben, ezen kívül megjelent a lakodalmas, a falunap, az adventi gyertyagyújtás, az asszonykórus tevékenysége, hiszen az asszonykórus rengeteg helyi fellépést elvállal a helyi rendezvényeken, páran az idősebbek közül említették a kukoricafosztást, és itt is nagyon sokan azt mondták, hogy ők nem ismernek semmilyen hagyományt sem. Következő kérdés arra vonatkozott, hogy milyen rendezvényeket ismernek. A legtöbben a Rozé Fesztivált és a falunapot említették, természetesen nagy számban említésre kerültek a különböző állami ünnepek, mint például március 15-e vagy augusztus 20-a. Születi beharangozót is nagyobb számban említették, és emellett említésre kerültek a sportrendezvények és a búcsú is. És az utolsó kérdésünk arra irányult, hogy esetleg tudnak-e bármilyen olyan értéket, ami a kérdőív során nem szerepelt. Itt helyi közösségre, helyi tudásra gondoltunk elsősorban. Itt a születésparkot említették, a hagyományőrzőket, a hagyományőrzőkön belül kiemelték az asszonykórust és egy emlékművet, ami a trianoni emlékmű volt. És a születéspark és az asszonykórus majd későbbiekben ki lesz fejtve, mert két szaktársam ezt választotta.
És ezzel a kérdéssel a kérdői végére is értem, és most mindenkinek ezzel szeretném megköszönni, hogy időt szánt arra, hogy kitöltse nekünk, hiszen ez rengeteget segített a munkánkba. És most rá szeretnék térni magákra az értékekre is, amiket kiválasztottunk. Én a szőlészetet és a borászatot választottam, és az interjúmat Galuska Gábor, az ostorosi hegybíróval készítettem el. A bemutatásomat egy rövid történeti áttekintéssel szeretném kezdeni. Egyes források szerint már az 1440-es évek közepén telepíthették az első szőlőtőkéket a település határában, vagyis majdnem 600 évre nyúlik vissza a szőlészet története. Majd az 1700-as években a település területe apátsági birtokként a szekri papi szeminárium tulajdonába került, és ezután az időszak után a falu egyre jobban benépesült a szőlőtermesztéstnek köszönhetően. Az 1870-es filoxéra vész itt is éreztette a hatását, elpusztultak ezáltal a szőlők, de ez nem volt akkor a számottevő, és ezáltal az elvándorlás sem. A filoxéra egy szőlőgyökértetű igazából, amely egy kártevő és a szőlőnek a pusztulását okozza. A 20. század elejétől beszélhetünk igazán komolyabb szőlészet és borászati tevékenységről a település kapcsán. Mindig termesztettek szőlőt ezelőtt is, de ekkor inkább csak saját részre és a káptalannak. Ezt megelőzően nagyobb rész állattenyésztéssel foglalkoztak és növénytermesztéssel, és ekkor váltotta fel igazán a szőlőtermesztés ezt a tevékenységet. Az 1950-es években a tiezesítések korszakában Ostoros és Novaj egy termelőszövetkezeti alakult, és ekkor kezdődött meg a nagyüzemi szőlészet, ekkor összefüggő táblákat telepítettek, és ekkor volt már pénze magának a TS-nek arra, hogy gépeket vásároljon, és ez megkönnyítette ugye a szőlészeti munkát. És itt-ott fellehetők voltak eddig is kisebb parcellák, de még ekkor összefüggő szőlőterületekről nem beszélhettünk, és ekkor kezdték el elsősorban a Kutyahegyen és a falu közepén található nagypincét használni. Nimród, egyel visszalépsz? Köszönöm. Ostoros kapcsán jelenleg 480 hektárnyi szőlőterületről beszélünk, az utóbbi 10 évben valósult meg 150 hektárnyi területre a szőlőnek a betelepítése, és ekkor nagyjából 100 hektára kékfrankos telepítettek be. 4 szőlőművelési módot alkalmaznak ezeken a területeken, amelyek a közép-magas kordon, az alacsony kordon, az elnyőművelés és az egyes függönyművelés. Az alacsony és a közép-magas kordon az igazából átmenet a hagyományos és a korszerű művelési módok között. Az alacsony esetében a karttartó 40-60 cm magasságra van, a közép-magas esetében egy kicsit magasabban. Az elnyőművelés arról kapta a nevét, hogy a szálveszőket úgy kötik le, hogy olyan formát formáz igazából, mint maga az esernyő. És az egyes függöny művelés esetében a hajtásokat viszont nem felfel, hanem így lefele művelik. Úgy szabadon csüngnek le a termések. És a következő dián látható, hogy melyik dűlőkben találhatók az ültetvények. És Ostorosnak ez a szerencséje, hogy ekkora területen található a szőlő, és rengeteg olyan helyi termesztő is borász van, aki a saját alapanyagát itt meg is tudja termelni, és a kisebb termelőktől a megtermelt szőlőt felvásárolja, így a szőlőtermesztés nagy része itt kerül feldolgozásra, igazából a szőlőtermesztés nagyjából 90%-a, és a pár azt a maradék nagyjából 10%-ot különféle az ország különböző területeiről, például az Alföldről szokták felvásárolni. És most meg szeretném említeni, hogy mégis milyen szőlőfajtákról beszélhetünk Ostoros kapcsán. A kék szőlőnél nagyon kiemelkedő a kékfrankos, hiszen mint tudjuk, a bikavérnek nagy hagyománya van a környéken, és ez a bikavér egyik legfontosabb alapanyaga. A fehér szőlők közül az illatosabbak mondható mostanában piacosnak, ezért itt Ostorosan is ebből található meg a legtöbb, ilyen például a leányka, az írsai olivér vagy a házlevelű. És
És nem utolsó sorban meg kell említeni azt is, hogy rengeteg nagyobb borászat található a településen, és ezek közül ki szeretném emelni az Ostorosbor ZRT-t is, hiszen az általuk előállított borok igazából az ország minden területén ismertek, az ország minden területére szállítanak bort. És a település kulturális életében is természetesen nagy szerepet játszik a szőlészeti és a borászati tevékenységek megjelenítése, hiszen megrendezésre kerül már évek óta a születi felvonulás, a Rozé Fesztivál, az egy viszonylag friss rendezvény, de szerintem hamar ismerté válhat a település számára is, hiszen nagy fejlesztések valósultak meg, és Ostorosz telepében fontos lett a rozébor. És ezek alapján én úgy gondolom, hogy megérdemli, hogy felvételt kerüljön az értéktárba, hiszen több száz éves múltra tekint vissza, amely során rengeteg ember számára biztosított megélhetést, és biztosít is a mai napig a magas színvonalú helyi szőlészeti és borászati tevékenység. Ezt az bizonyítja a legjobban, hogy az itt előállított borok tényleg nem csak a környéken, hanem az ország minden táján ismertek, és nagyon sok ember számára Ostorosnak egyből a borászat jut eszébe. És a kérdőíves kutatás is úgy gondolom megfelelően indokolja, hogy felvételt kapjon, hiszen az itteniek szerint is ez egy nagyon fontos értéknek számít. És mint már említettem, a különböző rendezvények kapcsán óriási szerepet tölt be a falu kulturális életében is, ezért úgy gondolom, hogy tényleg megérdemli, hogy felvételt kapjon. És szeretném most megköszönni a figyelmet, és átadnám a szót Ritának, aki az általa választott értéket szeretné bemutatni. Nagy szeretettel köszöntök én is mindenkit. Acsár Rita vagyok, és az Ostorosi Papi Pincéről szeretnék beszélni. Mindenek előtt hatalmas köszönetet szeretnék mondani Kós János képviselő úrnak, a vele készített interjú segítségével és az ő sok-sok áldozott idejével és segítségével tudtam elkészíteni ezt az anyagot. A Papi Pincét a kulturális örökség kategóriába terjesztettem föl. Engedjék meg, hogy egy kis történeti kitekintéssel kezdjek. Az Egri Egyház megyében, amelynek Ostoros település is a része, nagyon nagy és nemes múltra tekint vissza a szőlőművelés, a borkészítés és a pincekultúra. Hogy csak néhány fontosabb elemet emeljek ki, Szent István nagyon jelentős közigazgatási és egyházi központot hozott létre Egerben, ekkor, bár dokumentáció erről sajnos nem maradt fönn, jelentősen feltételezhető, hogy az újonnan létrejött püspökség igényeinek megfelelően már voltak egyházi fenntartású pincék Egerben. Az Egri Egyházmegye területén a 13. századtól, Eger területén a 15. századtól dokumentálnak pincéket, ezek szintén egyházi fenntartásúak voltak. Egy kifejezetten nagyot ugorva, a 18. század legelején, a török kivonulása után egy kifejezetten nagy lendületet kapott a pincevályás ezen a területen, ugyanis ez egy kettős célt szolgált, a kitermelt kövekből új épületeket, köztük lakóházakat tudtak emelni, ami nagyon fontos volt a török pusztítás után, illetve természetesen a létrejött alagutakban, járatokban tudtak lakni, tárolni, különböző célokra ezt felhasználni. Az ostorosiak elmondása szerint már Mátyás király idejében is termesztettek szőlőt a településen. A kiváló termőtalaj elsősorban a történelmi vörös szőlőfajtáknak kedvezett. A 18. század elején a település az Egri Papnevelőintézet a szeminárium gondozásába került. Ekkor sok szőlőt telepítettek, de ezen kívül volt a Papnevelőintézetnek legelője, szántója, tartottak haszonállatokat, és a birtoknak része volt az intézőháza, illetve természetesen nem utolsó sorban maga a pince. Innen ered tehát a név, a Papnevelőintézet birtokában, tulajdonában, gondozásában volt, így tartotta meg a mai napig a Papi Pince nevet. Ennek a pincének a lejárata ma az Ostorosi Közös Önkormányzati Hivatal mellett található. Felépítését tekintve, a Papi Pincét sok környékbeli társához hasonlóan egy kifejezetten könnyen megmunkálható vulkáni kőzetbe, riolit tufába vájták.
Ez a munka természetesen kézzel zajlott, mivel akkoriban gépek nem álltak rendelkezésre. Jellemzően egyszál csákánnyal dolgoztak a munkások, és az ő kemény munkájuknak a nyomát őrzi a mai napig ez a mintázat, amit a képen meg is lehet figyelni. Ez a kis bordás, kicsit csíkos minta, amit a falon láthatunk. Érdekesség egyébként, hogy a híres egri pincékben, amiket gyakran már csak belépőjegy ellenében lehet látogatni, sok helyen ez a mintázat már nem figyelhető meg, ugyanis statikai problémák miatt be kellett fedni néhány évtizeddel ezelőtt a falakat egy modern cementhabarcs réteggel, ami ezeket láthatatlanná tette, viszont ostorosan, hál' Istennek, ez hibátlanul megtekinthető. A pince két nagy szakaszra osztható. Az elsőben történt a feldolgozás, pontosan ezért volt fontos, hogy ilyen széles legyen, és ilyen szép nagy bálmagassága legyen, mivel lovas szekérrel vitték le a szőlőt, présház nem volt, itt történtek meg a szőlő feldolgozásának és a borkészítésnek a különböző munkafolyamatai. A hátsó második szakaszban az érlelés és a tárolás zajlott. Napjainkban, hál' Istennek elmondható, hogy ugyanúgy, úgymond eredeti funkcióját tölti be továbbra is a pince, bor készül benne, csupán annyi a különbség, hogy most már modern eszközökkel, és nem a papnevelőintézet munkásai, hanem vállalkozók dolgoznak benne. Érdekesség, hogy hallani egy olyan legendát a helyiek között, hogy felmerült ez is, hogy innen ostorosról, a pincéből egyenes összeköttetés van az egri nagy pincékkel, akár a püspök, vagy később érsek saját pincével. Ez azt jelenteni, hogy ha igaz a legenda, akkor egy alagúton keresztül ostorosról egyenesen a föld alatt el lehetne sétálni, vagyis a talajvizet figyelembe véve el lehetne úszni, csónakázni, egészen Eger belvárosa alá. Sajnos még nem tudunk olyan bátor vállalkozóról, aki ezt az utat megtette volna, mivel ilyen járat alagútrendszer létezésére egyelőre nem találtunk bizonyítékot. Nagyon-nagyon szépen köszönöm a figyelmet, és visszaadom a szót Fanninak. Köszönöm szépen. Én pedig most a pince lakásokat szeretném bemutatni, és a pince lakásokat az épített környezet kategóriájába terjesztettem föl. Legelőször szeretnék picit beszélni a pince lakások elhelyezkedéséről. Ezek négy fő csoportban helyezkednek el a településen belül, a Szépasszonyvölgy utcában, a Csaba vezér utcában, a Veremparton, ami a mai Arany János és Honvéd utca, illetve a Dombon, ami pedig ugye a Gárdonyi utca. Történetét tekintve, hagyományos eredetét tekintve szájhagyomány útján terjedt el. Ugye a török hódoltság idején, 1952-ben, amikor jöttek a törökök, lerohanták Eger környezetét is, így mindenki elmenekült a településről, és egy szellemtelepülés lett Ostorosból. Majd később, amikor visszaállt az ország, akkor elkezdődtek az újratelepülések, és kőber, jolitupába vájt házakat készítettek, és ezekben éltek. Az 1930-as években már 130-140 pincelakás volt, és 400-500 lélekszámú volt a település, tehát egyértelműen beszéltünk arról, hogy generációk éltek együtt. 1970-re már körülbelül csak 40 lakás funkcionált arra, hogy benne laktak, átköltöztek fönnálló házakba. A fönnálló házak azok azt jelentették, hogy a pincék azok megmaradtak, csak a pince elé húztak fel egy házat, és ezekbe költöztek át, illetve az 1970-es években már inkább a sómások, idénymunkások laktak ezekben a pince lakásokban, akik ugye a téli időjárás hideg idő miatt beszorultak ide. A felépítését tekintve három helységre lehet bontani a pince lakást. Ez körülbelül egy ilyen 90 négyzetmétert ölel föl. Az első legnagyobb helység az a főzőhelység volt, illetve a szülők, nagyszülők vagy dédszülők is ebben a részben éltek a lakásnak, illetve sokszor az állatokat is ebben a legnagyobb helységben tartották télen. A középső rész ugye a gyermekeké volt, keskeny volt maga a kialakítása. A pincelakást azt úgy kell elképzelni, hogy hátrafelé, tehát a bejárattól hátrafelé folyamatosan kisebbedtek a
részek, és a harmadik terem pedig a legkisebb volt, ez pedig a kamra volt. Itt tárolták ugye a zöldségeket, húsokat, és mindenféle eltárolható dolgokat, illetve itt megtalálható volt egy szellőző nyílás is, hogy ne penészedjen be. Kívülről tekintve nem volt boltíve ezeknek a pincelakásoknak, viszont teraszuk volt, de ezek nem, az alsó már igen, mert az egy tájpince a képen lehet látni, az már egy ilyen műemlékként szolgál, de a legfelső lehet látni, hogy nem fából készültek, hanem ezeket is úgy vájták, mint magát a lakásokat. Nem volt még víz, ugye a kútból merték, ezután pedig már az 1960-as évek környékén volt áram, és így a tehetősebbek televíziót is nézhettek már ezekben a lakásokban. A hőmérsékletet tekintve nyáron ugye nem melegedett föl, télen pedig tartotta a meleget. Utóéletében pedig pinceként fennmaradt, pinceként funkcionál még a mai napig, és teljesen szerintem szenzációs ez az egész, hogy miket tudtak kézzel és mindenféle eszközökkel házat építeni, és hogy miért tartom értéknek, az általam választott értéket fontosnak tartom, és szeretném, hogyha az értéktár oszlopos tagja lenne, hiszen úgy gondolom, hogy ez egészen páratlan. Ostoros is környezete ugye rigolitupában gazdag, és így a környezetnek köszönhetően a pincelakások ezért lettek egyediek és figyelemfelkeltőek. Ezek olyan alkotások, amelyekre büszke lehet a település, illetve ugye a kérdőíves kutatásban is a kérdés elhangzott, hogy mit mutatnának meg először a településre érkezőnek, és nagy számban a pincelakásokat említették. Tehát a községben kiemelt figyelmet fordítanak a hagyományokra, a települési értékek megőrzésére. Köszönöm szépen a figyelmet, és átadnám Flórának a szót. Jó napot kívánok! Én is szeretettel üdvözlök mindenkit. Hegedűs Flóra vagyok, és a következő pár percben az általam választott értéket, az ostorosi templomot szeretném bemutatni. Először is szeretnék köszönetet mondani Kós Jánosnak, ostorosi egyházi képviselőnek, aki rengeteget segített a templom megismerésének folyamatában. Ezt az értéket az épített környezet kategóriába szeretném felterjeszteni. Az elkövetkezendő pár percben a templom múltjáról, a történelméről szeretnék beszélni. Ostoros temploma hosszú múlttal rendelkezik. A települést Anonymus említette először, valamikor 1200-as évek előtt. Pontosnak tartom megemlíteni, hogy a reformáció nem érintette ezt a területet, így ilyen akkori lakosai római katolikus lakosokból állt, mert napjainkra sem változott. A falu akkori magja saját templomot akart, így közös kezdeményezésük által el is érték céljukat. A templom építése Handler György prefekus nevéhez fűződik, melyet 1742-ben épített, akkor még a község szélére. Ez a kis épület az eredeti templom elődje volt, annak idején temető vette körül. Patoronnyal, haranggal, karzattal rendelkezett. Ez az épület akkoriban még csak egyhajós volt. A templomot minden szentek tiszteletére szentelték fel. Hajdanán nem tartozott hozzá plébánia, viszont ennek ellenére ostoros vallási központként működött. Két féliája volt, Andornak tája és Novaj. A 19. század elején lepusztult, romos állapotba került az épület, így 1811-ben Fischer István érsek ellátogatott ostorosra, hogy felmérje az akkori állapotokat és döntsön a templom sorsáról. A falu lakossága új épület építését javasolta, viszont csak felújításokra kerül sor. Az épülethez 1812-ben új tornyot építettek, mely már kőből készült. A fakarzat helyére új kőkarzat került, további két oldalhajó pedig az 1900-as évek elején került hozzáépítése, mikor ekkor már a falu lakossága egyre nőtt, így a hívők nem fértek már be a templomba. Az épületetét is ebben az időszakban újították fel. A 20. század elején nagy földrengés rázta meg a települést,
kor nagy károk keletkeztek az épület falain. Viszont ebben az időszakban felújításra már nem kerül sor. Fontosnak tartom megemlíteni Bartók János helyi származású pap nevét, aki nagyon fontos szerepet töltött be a település és a templom életében is. Bartók plébános, Sebestyén Gyula, majd Vakolai Vince követte. Vince atya a vatikáni zsinat újításai hatására reformokat rendelt el, melyek megvalósításában szerepet is vállalt. Ekkor az épületet újra vakolták, új szigetelést kapott. Padfűtés került kialakításra, emellett új padlózatot kapott a templom. Egyházi képviselői javaslatra ki is világították. A plébánia tetőszerkezetének cseréje is megvalósult. Időközben új védőszentet választottak a templomnak, minden szentek helyett Szent István királyunk tiszteletére szentelték fel. Az 1900-es évek óta nincs saját papja a településnek, így napjainkban az Egri Jézus Szíve plébánia filiája. Jelenlegi plébánosa Picek László. A továbbiakban a templom épületét szeretném ismertetni. Maga az építmény a klasszikus korban készült, külseje letisztult, viszont belsejére a római katolikus templomok díszessége jellemző. A templom tornyában jelenleg 3 harang található. Ahogy belépünk az épületbe, láthatjuk a boltozatos szentélyt, a templom kupola freskója szőlőt és bort ábrázol. A főoltár bal oldalán Jézus, jobb oldalán Szűz Mária található. A boltíven a következő feliratot olvashatjuk, dicsőség az Istennek. A következő dián az oltárképet láthatjuk, mely a templom védőszentjét ábrázolja. Láthatjuk, ahogy a képen Szent István felajánlja a Szent Koronát Szűz Máriának. Sajnos a művész ismeretlen, viszont a festmény nagy művészeti jelentőséggel bír. A főhajó északi és déli falán egy-egy szent képe látható, mely Szent Imre herceget és Árpádházi Szent Erzsébetet ábrázolják. Mindkét alkotást Takács István mezőkövesdi festőművész készítette. A belső térben 14 darab stáció található, mind gondosan elhelyezve a templom oldalhajóinak falán. A szószék és a keresztelőkút díszített, fehér és aranyszínű. A keresztelőkút a bal mellékhajóban található, a jobb mellékhajóban helyezkedik el a mellékoltár. Oltárképe Szűz Máriát ábrázolja. Emellett a templomban található egy missziós kereszt, melyet a körmeneteken használtak. És végül, hogy miért is tartom, illetve miért is tartjuk értéknek a templomot, maga az épület a település központjában található, nevezhetjük esetleg a falu szívének is. Pontosnak tartom megemlíteni, hogy jelenleg is egy közösségi találkozó hely, emellett kulturális értéke szintén említése méltó, hiszen oltárképe nagyon szép és különleges munka. Mint ahogy említettem, a település temploma hosszú múlttal bír, a falu egyik legrégebbi épülete. Jelenlegi szép állapotban van, ostorosi látványosságként tartják számon, így mindenképpen azt gondolom, hogy megérdemli a helyet a felterjesztett értékek listáján. Köszönöm szépen a figyelmet, a következőkben pedig átadnám a szót Lucának. Köszönöm szépen. Az általam választott érték a békászósas. Az interjúmat Pongrácz Ádámmal készítettem a Bükki Nemzeti Park igazgatóságának munkatársával. Ezúton is szeretném megköszönni neki a rengeteg segítséget, amit kaptam tőle. A békászósas egy közepes méretű, sötét színű ragadozó madár. A fészkéje száraz ágakból, leveles gajakból áll, mint a többi sasé. Több évig is használja folyamatos tatarozás mellett. Általában 2 tojást rak, és a hazai fészkelők között legerőteljesebben ennél a fajnál fordul elő a fióka korikáinizmus. Ez azt jelenti, hogy az első tojás lerakása után már azonnal elkezdi a kotlást, és a 2 fióka között pedig ez a néhány napkor különbség jelentős méretkülönbségeket is szül, így az idősebb, erősebb fióka elnyomja és megöli a testvérét. Szerencsére most már az erdészek és a vadászok tudnak ebben segíteni, észreveszik a fiókát és meg tudják menteni.
Nevével ellentétesen nem csak kétéltűekkel, de rágcsalókkal és rovarokkal is táplálkozik. A békászósas egy európai elterjedésű vonuló madár. Március-április környékén érkeznek Magyarországra, és augusztus-szeptember környékén vonulnak vissza Afrikába. A mozaikos élőhely kedvező számára a nagy zavartalan erdőköz közel nyílt vadászterületek. Magyarországon rendszeresen fészkelő 30-40 pár van. Ez egy nagyon szép szám, jelenleg stagnál, egy nagyon erőteljes csökkenést követően. Azért tartom értéknek ezt a fajt, mert egy nagyon ritka madárról van szó, és hogy miért pont ostorosi érték. Ostoros határában fészkel egy pár, és tavaly 2020-ban sikeresen költöttek először. Nagyon nehéz megfelelő élőhelyet és vadászterületet találni, főleg egy ilyen ritka fajnál, és főleg település határon, és ez nagyon sokat elmond az ostorosi lakosság környezethez való hozzáállásáról, ami nagyon dicséretes. Szerencsére az erdészek és a vadászok tudnak erről az egy fészkelő párról, és igyekeznek vigyázni a nyugalmukra. Ezen a dián láthatók a forrásaim, és szeretném átadni a szót Patriciának. Én is üdvözlök mindenkit, Sisák Patricia Balbara vagyok, és az általam felterjesztett érték a születéspark, amely az épített örökség kategóriába tartozik. Az interjúmat a kezdeményezők ötletgazdájával, Balog Erzsébet képviselőasszonnyal készítettem, aki úgy gondolja, hogy a születésparkban a múlt, a jelen és a jövő kapcsolódik össze. Ezúttal szeretném megköszönni Balog Erzsébet képviselőasszonynak, hogy segített a munkámban. Régen vidéken a faültetés a szülőházhoz, a szülőföldhöz való ragaszkodás szimbolizálta. 2017-ben jött létre az első születéspark, azóta pedig a negyedik park is elkészült, amely felavatására még nem került sor a vírushelyzet miatt. Az első két park a Kegyeleti Emlékparkban található, a harmadik az idősek napközi otthon előtti parkban, a negyedik pedig az új lakóparki területen helyezkedik el. A születésparkot illetően céljai szeretnék megerősíteni a lokálpatriotizmust, hiszik, hogy egy, a születés tiszteletére ültetett fa kapcsolatot teremt a gyermek és a szülőföldjek között. Jelképesen örökre ide köti ő. Remélik, hogy még akkor is szívesen látogatja majd meg a települést, ha már nem éli. Természetesen a környezettudatos szemlélet népszerűsítését is szolgálja, valamint elkötelezettek ostoros szebbé, élhetővé tételében, és mivel lehetne többet tenni ezért a nemes célért, mint új parkok, zöld felületek kialakításával. A település lakói nagyon büszkék a születésparkjaikra, mivel megyei szinten is egyedi elképzelés. A továbbiakban pedig szeretném bemutatni a parkavató ünnepséget. Minden év májusában megszervezik a szülőkkel együtt az átadási ceremóniát. Az ünnepség központi része, amikor elültetik minden kisgyermeknek a saját száját, ezt követően pedig megkapják a saját revükkel ellátott kis szívüket. Ez egy önálló ünnepség, amit úgy építenek fel, hogy legyen egy kulturális, egy ismertető és egy fogadási része. Az előző évben született kisgyermekeknek szeretnének kedveskedni ezzel a mára már tradícióvá vált hagyománnyal. Különösen nagy figyelmet fordítanak arra, hogy olyan csoport adja át a saját nevükkel ellátott kis szívüket, akik valamilyen szinten kötődnek a településhez. Az előző három évben az asszonykórus, a hagyományőrzők tagjai, illetve az általános iskolások adták át. Ezt követően pedig egy emlékoszlop is lehelyezésre kerül, ami fel van sorolva az összes előző évben született kisgyermek neve és születési éve. Az ünnepség után minden szülőt megajándékoznak egy emléklappal és egy emlékdossziéval. A kezdeményezést illetően egy 5 éves ciklusra tudnak előre tervezni, a születéspark kapcsán pedig nagyon pozitív volt a lakosság hozzáállása. A közel 4 év alatt 100 bokrot, csemetét és fát ültettek el. Végül pedig Balog Erzsébet képviselőasszony szavaival szeretném befejezni a kis előadásomat. A gyökereink mindig maradjanak meg, bárhová kerülünk is életünk során. Köszönöm szépen a figyelmet, és szeretném átadni a szót Boros Zsófiának. Köszönöm! Én a csúnya munkát szeretném egy kicsit bemutatni. Interjú alanyomnak szeretném megköszönni Pongrácz Ádámnak, a Bükki Nemzeti Park munkatársának,
hogy interjújával hozzájárult tudásom bővítéséhez, és ez az egész bemutatásnak az elkészítéséhez. Egyébként az épített örökség kategóriába szeretném felterjeszteni a csúnya munkát. Ugye ez a furcsa kinézetű kis építmény, az élőhegy tetején található, azonban régészeti kutatások hiánya miatt pontos eredete, keletkezési ideje és betöltött funkciója képes. Keletkezési idejére két dátumot tippelnek. Az első, hogy már a honfoglalás korban megszületett az építmény, a másik pedig a török kort tippelik. Ugye funkcióját illetően három betöltött funkciót tippelnek. Az első, hogy valamiféle megfigyelő hely lehetett, a másik, amire a legtöbben is tippelnek, illetve gondolják, hogy igaz lehetett, az nem más, mint hogy a török korban építhették, illetve hogy ez olyan funkciót töltött be, hogy az egrivát összekapcsolta a csúnya munkával, tehát valamiféle alagútrendszer lehetett alatta. A harmadik, az pedig egy obszervatórium, valamiféle csillagászati funkciót tölthetett be, ezt pedig azért gondolták, mivel különböző nyílások láthatóak rajta, és ezek a nyílások különböző csillagképekre néznek rá pontosan. Ugye jelenleg a különböző dombok be vannak ültetve fenyvessel, tehát egy erdős fás területről beszélünk, azonban korábban ezek a területek teljesen kopárok voltak, így a fák hiánya miatt pontosan lehetett az eget figyelni, illetve a különböző csillagképeket vizsgálni. Összetevői, ugye azt kell megemlíteni, hogy ez forrásvízi mészkőből, vagy másképpen daráskőből épült, ami azért érdekes, mert Ostoroson nem található meg daráskő. Valószínű Egerből hozhatták ide a köveket, mégpedig a Tetemvárból, illetve a Várdomból, ugyanis ott találhatóak meg ez a kőzetfajta. És paramétereit tekintve kör alaprajzú és tulajdonképpen mékas formájú, a belső átmérője több mint 3 méter, falvastagsága 70 és 90 cm között van, illetve amit még fontos megemlíteni, hogy a déli oldalon egy több mint 2 méter magas, több mint 1 méter széles ajtónyílás található, illetve ezen kívül még 5 nyílás. Ebből 2 inkább ablaknak tekintünk, 3 pedig inkább ilyen csőszerű nyílásnak. Ugye, mint említettem, ez az obszervatóriumnál volt fontos a nyílásoknak az elhelyezkedése. A keleti oldalon egy 10 nagyobb kőtömbből álló lépcső található, azonban annyira nem jól kivehetőek már ezek a kőtömbök, mivel nagyon rossz állapotban van. Illetve, amint még fontos megjegyezni, hogy a bejáratoknak és a bejáratnak és az ablakoknak az elhelyezkedése is elég érdekes, ugyanis a napkeltét és a napnyugtát szimbolizálják, tehát úgy van tájolva. És hogy miért is szeretném felterjeszteni? Én azt gondolom, hogy nem csak Ostoros, nem csak Heves megye, hanem egész Magyarországon egy egyedülálló alkotás, mivel az országban több ilyen nem található, és mint említettem, nagyon rossz állapotban van. Nyilván a természeti csapások és a vandalizmust nem lehet egészen kiküszöbölni, mivel ugye ez az erdőnek a legmélyén található. Viszont azt gondolom, hogy megérdemel annyit, hogy bekerüljön a települési értéktárba, illetve ha ezáltal egy olyan folyamatot el tudunk indítani, amellyel több figyelmet kaphat, és talán meg tudnánk ezáltal óvni az utókor számára, akkor az nagyon jó lenne. Ezért szeretném felterjeszteni. És most szeretném átadni a szót Nimródnak. Én is üdvözlök mindenkit. Én az ostorosi ragadvány neveket szeretném bemutatni, amik
egészen 1715-ig vezethetőek vissza. Először is szeretném megköszönni Bartók Lászlónak az összes ragadványnemet, amit össze tudott gyűjteni, a kutatását és az interjút, amit adott nekem. Nos, az ostorosi ragadványnevek ugyebár már több évszázada jelen vannak Ostoros településén. Ez a település mai családszerkezetéhez vezethető vissza, amikor kialakultak a több generációs, az úgynevezett törzsökös családok. Az évtizedek évszázadok alatt több nem vélszerinti család viselte ugyanazt a családnevet. Ezek a Bán, Barta, Bartók, Hegyi, Józsa, Képes, Ós, Marcis, Molnár, Patvaros, Nyilas, Sós, Tahi, Varga, Vóta és Zakár család. És emiatt meg kellett különböztetni ezeket az embereket, hiszen gyakran ugyanazokkal a hivatalos nevekkel rendelkeztek. És ezek miatt alakultak ki a ragadványnevek. Ezek tréfás, olykor kicsit gúnyos nevek voltak, amiket a többi lakos akasztotta rá a lakosokra, de előfordult az is, hogy a helyi jegyző nevezte el így a lakosokat. Fontos megemlíteni az amerikásokat, akik az 1900-as évek elején vándoroltak ki Amerikába a szegénység miatt, és bár sokan vissza is tértek ostorosra, utána rájuk úgy hivatkoztak, hogy az ostorosi amerikások. Néhány ragadvány névnek fent tudott maradni a története, és ebből néhányat el is szeretnék mesélni. Például Dobó Jánosnak a herceg ragadvány nevet akasztották rá, mivel ő is egy amerikás ostorosi lakos volt, aki visszatérve Amerikából egy gyönyörű szép térdig érő kabátban tért vissza, amiért még az akkori ostorosok még nem láttak, és ezért nevezték el hercegnek. A Fehér Bartók családnév az úgy alakult ki, hogy a Bartók családnak a felmenőit még Fehérnek hívták, és ezt magyarosították át Fehérré. A Kalapos Sós, vagy úgy Peckes úrnak hívott úriember, ő azért kapta a nevét, mivel mindig kalapban volt és egy peckesen járt. Innen láthatóak, hogy gyakran tulajdonság alapján, ruházat alapján, akár állatok miatt is, hogy kedvelt állatai miatt, az, hogy milyen állatokat tartott, foglalkozása miatt is, hasonló egyéb tulajdonságok miatt is kapatták a ragadványnevüket, de sajnos, amivel ezek már több évszázados nevek, ezért nagyon-nagyon soknak már mára elveszett az eredete. Például a Deres Bartóknak, Csontos Bóta, például az, hogy honnan jött az, hogy Pus Sándor, ezeknek például már nem sikerült már utána járni. Én is köszönöm szépen a figyelmet, és át szeretném adni a szót Vódor Annának. Köszönöm. Az én választott értékem az ostorosi asszonykórus. Az asszonykórust a kulturális örökség kategóriába szeretném felterjeszteni, és én az interjúmat Barci András nével készítettem, aki az asszonykórus csoportvezetője, és innen is köszönöm szépen neki a segítséget. Ostoros községének életét már 1968 óta színesíti az asszonykórus. 2018-ban ünnepelték megalakulásuknak az 50. jubileumi évfordulóját. Várajai Lajos néptanító iskolaigazgató kezdeményezésére jött létre a már 52 éve együtt éneklő közösség, amely kezdetben vegyeskarként működött, majd a férfiak lemorzsolódtak és az idő haladtával. Bimbó Zoltán, egri népművelő, karnagy és tanár úr koordinálásával telnek hétfő délutánonként a próbák.
aki már több évtizeden meghatározó szerepet tölt be a kórus életében, mind a szakmai segítségnyújtásával és mind az elszántságával. Jelenleg 5 aktív taggal működik a kórus, akik a csoportvezető kivételével mind nyugdíjasok. Úgy gondolják, hogy a munka és más egyéb hétköznapi elfoglaltságok mellett nem lett volna idejük részt venni a kórus életében, így érthetőnek találják azt, hogy a tagokban főként a nyugdíjas éveikben fogalmazódik meg a gondolat, hogy ennek a közösségnek a részét képezzék. Elsősorban palóc, azon belül is ostorosi népdalokat énekelnek, kezdve a summás népdaloktól, a katonai népdalokon át, a könnyebb hangvételű, csipkelődős népdalokig. Ezeken kívül, ha az adott rendezvény vagy összejövetel más műfajt kíván, szívesen énekelnek modern dalokat, slágereket is. Az asszony kórus az ostorosi ünnepi népviseletbe adja elő a dalcsokrait, melynek egyes elemei mutatják az életkori sajátosságokat is. Ezen kívül színesítik a települést más programjait is. Állandó résztvevő az október 23-ai és március 15-ai koszorúzásoknak, trianoni megemlékezéseknek, adventi ünnepélyeknek, és elképzelhetetlen nélkülük az ostorosi rozéfesztivál, a falunap, emellett megtisztelik jelenlétükkel az idősek világnapi alkalmából tartott rendezvényeket, és a farcsangi mulatságokat is. Saját szervezésű programjuk a május 1-i zenés ébresztő és a születi felvonulás, amelyekben nagy szeretettel vonják be a helyieket is, és a településre látogatókat is egyaránt. Továbbá a helyi rendezvényeken kívül évi 23-24 fellépésnek tesznek eleget. A fellépések mellett gyakran részt vesznek a település életéhez kapcsolódó egyéb programokon is, ilyen a főzőnapokon való tevékenykedés, vagy a különböző szórakoztató alkalmakon való közreműködés, ahol időnként még a színészi tehetségüket sem féltik megmutatni különböző kis mini színdarab részletek eljátszásával. Az asszonykórus többször vett részt különböző megmérettetéseken, ilyen volt az országos Kimittud, a Vas Lajos népzenei verseny, és a Ködellik a Mátra népzenei találkozó, továbbá a Palóc Gála nemzetközi népzenei találkozó, az Egri népzenei gála és a Kóta országos minősítő hangverseny. Ezen próbatételeken való részvétel eredményeképpen a kórus rendelkezik több kiváló aranyminősítéssel, továbbá büszkélkedhetnek az aranypálva díjjal, az aranypálva külön díjjal és az aranypálva nagy díjjal is. Mindezen felül pedig az országos Kimittud verseny végén szintén aranyfokozattal távoztak. A kórus az elmúlt több mint 50 évben járt az egykori Szovjetunióban, Görögországban, és már több alkalommal Erdélyben és Szlovákiában is. Magyarországon állandó fellépői voltak a parádfürdői palócnapoknak, az egri születi felvonulásoknak, és rengeteg településen jártak az ország minden területén. A kórus rengeteg segítséget kap a helyi önkormányzattól, és támogatóik is bőven akadnak, amiért ők mérhetetlenül hálásak. Több interjú is jelent meg a kórusról, például a Heves megyei Hírlap online hírportálján, rádiófelvételt is készített velük a Petőfi Rádió, továbbá büszkélkedhetnek saját CD-vel és saját könyvük is tovább örökíti a történetüket. A kórus elmondásuk szerint nagyon örülne új tagoknak, és szeretettel fogadnak mindenkit, akiknek kedve támad énekelni. Egyetlen kérésük azt, hogy a résztvevők részt tudjanak venni a próbákon. Az éneklő közösség tagjainak legfontosabb célja és küldetése, hogy a környezetükben élő emberek és saját maguk szórakozhassanak. További céljuk a kórus bővítése, és mindenképpen szeretnének fiatal utánpótlást is a csoportba, de elmondásuk szerint nehéz a fiatalabb generációt megszólítani. És hogy miért is tartom fontosnak, hogy bekerüljön az értéktárba az asszonykórus?
Az asszonykórus szakmai elismertsége mellett rendkívüli közösségformáló erővel rendelkezik. A tőlük áradó jókedv pozitív hatással van a helyiek mindennapi életére. A szórakoztatáson túl az általuk képviselt értékek növelik a település színvonalát, és a Barci András nével készített interjúm során úgy gondolom, kiderült, hogy a legfontosabb értéke az asszonykórusnak az, hogy a közösségük több, mint egy átlagos kórus, hiszen a tagok között lévő kapcsolat példaértékű, és ők állandó támaszai egymásnak, és egy próba sem telik el közös nevetés vagy nagy beszélgetések nélkül, és elmondásuk szerint ők ezt az összetartozást szeretnék közvetíteni fellépéseik során a közönségnek is. A szorgalmuk és tehetségük nem mindennapi, tevékenységükkel hozzájárulnak a település értékeinek bővítéséhez, továbbá részt vesznek a helyi hagyományőrzés gondozásában, gazdagításában, és ezért szerintem mindenképpen értéket képviselnek Ostorosan. És köszönöm a figyelmet, szeretném átadni a szót Dórának. Köszönöm szépen. Az én értékfeltáró munkámat a helyi jellegzetes ételekről készítettem, amiben a kompíros és a muhika lát szerepel. De elsősorban szeretném megköszönni Rétiné Godó Aliznak, Szerencs Janikónak és Zsebéné Dr. Dobó Mariannak, hogy hozzájárultak a munkámhoz. A történeti áttekintésével kezdeném. Már az 1800-as években megjelent az ételek elkészítése. A recept létrejött, az ostorosi szegénységnek tudható be, a helyiek abból próbáltak sütni, ami éppen az otthoni háztartásban megtalálható volt. A kompíros inkább krumplis ételek közé sorolható be, amelynek édes és sós változata is van. Sós változatát, amit gyakrabban készítettek, levesek, egytelen ételek mellé tálalták. Édes változatát, amely túrós kapros volt, magában fogyasztották, valamint minden ünnepkor elkészítették, ezért minden ünnep kalácsának is nevezték. A muhi pedig egy sós kalács, amit télen szoktak elkészíteni. A faluban az ünnepekkor ezt helyettesítette a beiglit, amire egyébként hasonló kinézetű. Elkészítésekor a tésztára tepertük darálnak, majd felhajtogatják, ahogy a beiglit is szokták, és hajtogatásából adódóan kalácsnak is nevezték, hajtogatós kalácsnak is nevezték. Napjainkban nem csak az otthonokban, hanem a rendezvényeken is megjelennek, például a Rozé Fesztiválon vagy a hagyományőrző fogadásokon. Az ostorosi lakosok pedig megmutatták a kompíros elkészítését a helyi cukrászdában, így már ott is megtalálható. Tehát ezek az ételek meghatározó múlttal rendelkeznek, amit a mai napig is hagyományként őriznek. Települési értéktárba történő felkerülésével pedig jövőbeli lakosok számára is ismerté válhat, emellett megőrzésre kerül Ostoros számára is. És köszönöm a figyelmet! Én pedig akkor szeretném mindenkinek nevében megköszönni a figyelmet. Azt gondolom, hogy mindenki számára hálával tartozunk, akik hozzásegítettek munkánkhoz, illetve hogy ez a projekt megvalósulhasson. Külön szeretném még megköszönni Rakusz Márta mesteroktató munkáját, aki szakértelmével és segítségével mindig ott állt mellettünk és segített. Én azt gondolom, hogy mindenki nevében elmondhatom, hogy ez egy hatalmas élmény és tapasztalatszerzés volt számunkra, illetve az sem elhanyagolható, hogy azt gondolom ez egy előny is lesz számunkra a munkakezdés szempontjából, hogy egy ilyen értékfeltáró és értékfelterjesztő projektben részt vehettünk. És itt zárásképpen csak annyit mondhatok, hogy szerencsések vagyunk, hogy ebben a projektben részt vehettünk, és megtapasztalhattuk ezt a munka folyamatot, és hatalmas élményekkel térünk vissza majd az iskolapadban, ha majd egyszer lehet, úgyhogy még egyszer köszönjük szépen a figyelmet. Mi pedig nagyon szépen köszönjük
a hallgatónk munkáját. Azt hiszem, hogy minden kollégáim nevében és a projektben partnerként résztvevő intézmények és a mindenki nevében mondhatom, hogy büszkék vagyunk rájuk. Nagyon alapos munkát végeztek, látszik, hogy megértették ennek a folyamatnak, illetve magának az érték feltárásnak a lényegét, és így, ahogy Zsófi is mondta itt a zárszavában, én ebben biztos vagyok, hogy nagyon sokat tanultak ebből, és ezt nagyon jól fogják tudni hasznosítani későbbi munkájuk során. Zárásképpen szeretném egyrészt megköszönni, hogy végig kísérte a beszámolót, végig figyelemmel kísérte a beszámolót Herman István, a Heves megyei Értéktár Bizottság elnöke, és szeretném megkérni, zárja le ezt a mai alkalmat. Köszönöm szépen a szót, meg a meghívást is. Én nagyon nagy élvezettel veszek részt az önök konferencián. Nagyobb élvezettel vettem volna részt személyesen egyébként ennek a 20-nak, meg a 21-nek ez az egyik nagy hátránya. Sajnálatos módon pont az Értéktár Bizottság sem tud a megyén ebből kifolyólag működni, hiszen jogszabályok nem teszik lehetővé, hogy ülésezzen a megyei közgyűlés és azonból az ilyen túlsú bizottságok. Nagyon sok szép előterjesztést hallottam, és nagyon örülök annak, hogy vannak azok, akik megértették ennek a bizottsági munkának a létét és a fontosságát, és Ostoros pont egy olyan típusú település, ahol nagyon nagy szükség van az ilyen típusú feltáró munkára, hiszen maga a település az rendelkezik őslakosokkal és betelepült lakosokkal, és a kettőből kell valahogy egy ilyen kohéziót gyúrni, és egy ilyen település identitást létrehozni. És én azt gondolom, az ilyen típusú munka ezt nagyban elősegíti. Én szeretném egyébként ezen előterjesztések egy részét majd a megyei értéktárba is látni, úgyhogy nagyon várom majd, hogy majd érkezzenek. Ugye annak idén már vettem is az önök konferenciáján, ugye Bélapátfalva és Verpelét volt akkor a két kiválasztott település, és onnan érkeztek is előterjesztések nagy örömömre, úgyhogy várom majd az ostorosi előterjesztéseket is, és én nagyon szeretnék akkor majd a jövő évben is részt venni az önök konferenciáján hasonló színvonalú előadásokat meghallgatva, úgyhogy sok sikert kívánok önöknek a jövőben is, és köszönöm szépen a részvételt. Köszönjük szépen, így a végén mindenkinek szeretném újra megköszönni, aki elfogadta a meghívásunkat, és értékes gondolataival hozzájárult a programunkhoz. Mindenkinek nagyon köszönjük az együttműködést, a hallgatóknak a munkáját, és reméljük, hogy akik megtekintik ezt a beszámolót, azok is megértik, hogy milyen fontos dolog az értékeket gyűjteni, és használni, beépíteni a közösség életébe egy-egy településen. Köszönjük szépen a figyelmet, és viszontlátásra mindenkinek!